Drágul a kenyér, pedig jó a búzatermés. Ennek a témának jártunk utána. Emelkedik a kenyérára, pedig jó a hazai búzatermés. Mi minden lehet ennek az oka, milyen árakra számíthatnak a búzatermelők? Ketté szakadni látszik a sütőipar. A fogyasztók egy jelentős része nem veszi meg a minőségi és magasabb áron elérhető termékeket. Ők a multik olcsó megoldását részesítik előnyben. A pékáru ipar azonban tapasztalja egy erős réteg jelenlétét is, a kézműves prémium termékek iránt érdeklődőket. A közepes méretű sütőipari cégek helyzete viszont egyre nehezebbé kezd válni. A hazai rossz kukoricatermés ellentételezéseként a takarmányosok elkezdtek minőségi búzát vásárolni termékeikhez. Mivel a malomipari árnál magasabb összeget fizetnek érte, kiéleződött az árverseny a két iparág vonatkozásában. A szezon is már magas, 60-62 forintos kilónkénti árral indult, de folyamatában még 10%-kal növekedett. A takarmányárakba beépülő búzárnak pedig egyenes következménye, hogy emelkedik a hús és a tejtermékek ára is.